Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok. Lassan véget ér a Destiny 2 PC beta -ja. Remélem nagyon sokan kipróbáltátok, és el tudjátok dönteni, hogy bírja a gép, nem bírja a gép, vagyis egyáltalán, hogy így általánosan milyen képet sugároz magáról a játék. És ugye a konzolos megjelenés innen valahol egy hétre van, és egyre-egyre több információ jön ki a játékról. Nos, ezeket az információkat véve, azt kell, hogy mondjam, a játék ha már csak azok mind benne lesznek, amit mutatnak uh, egyelőre, tehát például az európai halálzónáról, hívjuk ki magyarul, tehát European Dead Zone lesz egy ilyen játszható terület, ami uh, Destiny-ben a legnagyobb játszható terület, amit eddig megalkottak, lesz egy ilyen, és ez már eleve ezen a térképen, ezen a hatalmas térképen lesz, uh, az képes nagyon sok mellékivent, főivent, tehát ilyen public eventek, és ami a leg, legnagyszerűbb az egészben, hogy nem lesz meg benne talán az a monotonitás, ami Destiny egybe volt, menj oda, lőd le, azt kész, hanem a különböző public eventeken például... Um a normál public event bármikor egy hősi public eventé változhat, mondjuk itt egy ilyen heroika változhat, mégpedig úgy, hogy egyes feladatokat, ha végre hajtasz azon az adott bosszon, vagy azon az adott public eventen, akkor az bekapcsolja a hősi változatát annak az eventnek, és már is megváltozik a feladat. És persze ugye a Destiny-ben, ha valami jól dropol lootok lootokat, akkor azok a hősi eventek voltak. Nos, Uh, és ebben az európai halázónában rengeteg új uh, küldetés lesz, új nyersanyag lesz, új um, fegyverek lesznek, kombinálva lesznek a régiek és az újak, visszatérnek új, uh, visszatérnek régi fegyverek, új sebzéssel, kicsit talán új kinézettel, régi páncélok um, vissza fognak térni Destiny egyből, szóval mindazok, akik Destiny egy -ok fanok voltak, és um, úgy érzik, hogy mindent elvesztettek Ugye a Destiny 2-ben mindenképpen visszakapnak valamit, de a gameplay amiket mind nézegette és is YouTube-ról, főleg erről ugye a legtöbb az európai halálzóna, European Dead Zone-ról volt kint a legtöbb gameplay. Azt kell mondjam, már ez önmagában, már ez önmagában több-több órányi um, szórakozás fog nyújtani, és ugye hát minél többször mész végig rajta, annál több és jobb lútot fogsz kapni. Na most, Destiny egy örömére, és őszintén szólva azoknak, akik újak a játékba, azoknak az örömére is... Um, szólva a játék loot rendszere most már nem úgy fog működni, mint a Destiny 1-ben, ugye de ha jól tudom, úgy működött, hogy ki kellett vedd a legerősebb cuccaidat annak érdekében, hogy jobb cuccokat kapjál a küldetés végén, tehát fel kellett pakolod a gyenge cuccot, hogy a végén jobbat kaphassál, mint amit volt jelenleg, úgyhogy most már a játék automatikusan felméri az, hogy te milyen szinten állsz a felszereléseddel és ott csak jobbat fog dobni elméletileg. Szóval azt hiszem, hogy ez mindenkinek egy nagyszerű hír, hogy őszinte legyek, tehát még így is, hogy nem játszottam a Destiny mert csak konzolos volt, de ez, ez, egy nagyszerű hír, hogy őszinte legyek. És ilyen apróságok, amelyek úgy, nézik, úgy néznek Uh, úgy néz ki, hogy javít mind-mind uh, a játék minőségén, és amit a legtöbbet bemutattak, ugye, ez mind az European Dead Zone volt, EDZ, nevezzük így, um, és, és, még persze ott van mellette az új, uh, lesznek ott az új bolygók, a régi bolygók, és mindezeken által mind küldetések, ha csak mindegyik pályán ha csak mindegyik ilyen pályán egy vagy kettő ilyen mellékküldetés lesz, vagy egy hősi event, vagy, vagy természetesen a rédek ugyanúgy vissza fognak térni. Szóval, ha mindegyik ezeket összefog egy, egy kevés ke benne lesz a játékban, és későbbi DLC-kkel még-még-még hozzáadnak. Azt hiszem, a Destiny 2 egy egy szórakoztató játék lesz tartalommal benne, szóval nem ta, tehát már most látszik, hogy nem lesz olyan kevés tartalom benne, mint az első részében volt, és, és ez egy nagyszerű hír, mert, mert azt hiszem, hogy így tán megéri a pénzét, de azért még meglátjuk, tehát nem kell mindenkinek gyorsan előrendelni, persze, persze, igen, én megtettem, de nem kell mindenkinek elő gyorsan előrendelni, az a lényeg, hogy, hogy egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy a Destiny 2 meg fogja érni a pénzét, és talán tényleg hoznak megfelelő változatosságok, küldetéseket is, és, és ugye itt a küldetésekre, hogy, hogy tényleg most ha nem az, hogy odamész, lelövöd, lúd, aztán kész, hanem ha közben akarsz változtatni a nehézségen, a feladaton, megteheted, tehát... Lesz, ez, lesz feladat, amit végre kell hajts annak sorrendjébe, hogy mondjuk hozzáférhess a bosshoz, vagy hogy egyáltalán meg tud ölni azt a boszt. Lesz olyan lesz bosz például, ami el fog teleportálni innen oda, amoda, és... Ö miközben harcolsz vele, lesz olyan, ami uh, egy shieldet tesz maga köré, és ahhoz, hogy le tud lőni, tulajdonképpen be kell menni a shielden belülre, ahol shielden belül damage-et uh, fogsz elnyelni, de csak shielden kívül pedig nem tudod lőni, szóval um, így, jó, nézem, igyekeztek, tényleg igyekeztek um, egy kicsit változatosabbá tenni a játékot élvezetesebbi, remélem, hogy, hogy a jövőbeli Um, dolgok, küldetések, amik benne lesznek a játékba, azok ilyen objektív, based dolgok lesznek, tehát valamit um, extrát is kell azon kívül csinálni, hogy lelőni a zenemit, de ha a zenemit kell lelőni, igazából az is rendben vagyok, mert egyre, ahogy egyre több info csöpök be a játékról, a közé megjelenése egyre nagyobb és hatalmasabbnak látszik ez a világ, és, és több mint valószínű, hogy um, nem lehet benne unatkozni, és hogyha netán az ember azon olyan, hogy unatkozik, akkor mindig ott van egy kellemes szórakozás nyújt a, P a PvP, szóval um, azt hiszem a Destiny 2 úgy, 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 úgy néz ki. Um, rendben lesz. Nos, srácok, hogy látjátok, követitek a Destiny-t egyáltalán, hogy merre alakul a Destiny 2-nek az állás, és aki, aki előrendelte, hogy látja a játékot? Megbántad? Nem bántad meg, hogy előrendelted? Úgy érezted pénzkirőlás, vagy úgy érzed, hogy tényleg lehet benne ebben valami potencia? Én, én azt látom, hogy, hogy, úgy nézem, hogy próbálják egyre um, beleolvasni a Destiny 1 um, nek az identitását, gondolom, vagy, 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 egyszerűen lútjait, vagy gondoljátok, hogy akkor a gameplayét, a Destiny egy gameplayét és identitását beleolvasztják a kettőbe, és azt egy kicsit kitárulkoztatják. Úgyhogy én egyelőre nem bántam meg, hogy előrendeltem, hogy őszinte legyek. Ti, hogy álltok ezzel? Előrendelted, nem előrendelted, megbántad, nem bántad, hogy tetszett a PC, illetve hát a konzolosok, azt hiszem, van náluk viszonylag egyértelmű. Srácok, köszönöm a figyelmet, következő videóig Sziasztok!